Köszöntöm a TV Szentendre nézőit, önök a Szentendrei Hét című heti hír összefoglalónkat látják, elsőként nézzük a tartalmat röviden. Felkészülés a párás, esős, ködös idő megnehezíti a közlekedést. Becsöngettek szeptember 3-án, elkezdődött a 2018-19-es tanév. Élményvonat, Szentendrére érkezik a nosztalgia járat. Az ősz beköszöntével rövidülnek a nappalok, és a párás, esős, ködös idő nehezíti a közlekedést. Valamennyi járművezető számára fontos feladat az őszi közúti közlekedésre való felkészülés, melynek elmulasztása balesetveszélyes helyzeteket idézhet elő. A szeptemberi iskolakezdés mind a gyermekek, mind a szülők, mind a gépkocsi vezetők részéről fokozott óvatossággal való közlekedést igényel. Erre az időszakra több irányból készülünk, egyrészt megpróbálunk nagyobb rendőri erőt mozgósítani arra, hogy a közutakra jobban odafigyeljük. Ugye vége van a nyaralásoknak, vége van a nyári szezonnak, elkezdenek a gyerekek iskolába járni, ugye a szülők is most már többet fogják a gyerekeket hordani iskolákba, így az iskolák környékén a nagy megnövekedett gépjármű és gyalogos forgalomra lehet számítani. Ilyenkor szeptemberben mindig próbáljuk úgy is felhívni a figyelmet, hogy a rendőrök ott állnak a gyalog átkelő helyek közvetlen közelébe, illetve az iskolák környékén, és ott felhívják a szabálytalankodók figyelmét arra, hogy ezt nem kellene, hiszen baleset veszélyes első körben. Aztán utána később, hogyha ez tovább gyűrűzik, ezek a szabálysértések, akkor egyéb intézkedéseket is kénytelenek vagyunk tenni. Országosan és térségünkben is többször előfordult zebrán való gázolás. Az, hogy ez hogyan fordulhat elő, arról Gulyás Anita rendőr alezredest kérdeztük. A területünkön, főleg itt Szentendre területén, azokon a kijelölt gyalogátkelő helyek, amelyek lámpával nincsenek védve, ott fordul elő gyakrabban ez a gyalogos elütés. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a KRESZ ugye úgy rendelkezik, hogyha a gyalogos lelép a járdáról az úttestre, akkor elsőbsége van. Teljesen mindegy, hogy balról lép rá az a gyalogos, és még ugye van három sáv, mire ő odaír a szélső sávhoz, ahol az autós közlekedik, attól függetlenül meg kell állni, és a többi járműnek is meg kell állni a megálló autó mellett. Én azt gondolom, hogy elég sok már a lámpás kereszteződés a 11-es főúton Szentendre belterületén. Elég nagy a forgalom is, tehát eléggé terhelt ez az út, viszont nem hiszem, hogy 2-3 lámpa már befolyásolná azt a forgalmat, ami itt van, és mindenképp azt gondolom, hogy valamilyen figyelemfelhívó eszközzel, gondolok itt tényleg a forgalomirányító lámpára, illetve egyéb lámpákra, vagy más technikai eszközre, amire fel lehetne arra hívni, hogy itt gyalogosok közlekednek, és lassabban közelítsék meg a gyalogátkelő helyet a gépjárművezetők. Mindennapjaink elengedhetetlen kelléke a mobiltelefon, melyet a nap minden szakaszában magunknál tartunk és folyamatosan használunk. Így gyakran előfordul, hogy gépjármű vezetés közben is telefonálunk, annak ellenére, hogy a KRESZ tiltott cselekményként határozza meg. Mindenképpen nagyobb odafigyeléssel közlekedjenek, akár járműbe ülnek, akár gyalogosként közlekedjenek, legyenek előzékenyek, türelmesek, hiszen a megnövekedett forgalomba próbáljanak meg időben elindulni, hiszen a megnövekedett forgalomba több időbe telhet, még akár a gyereket elviszik az iskolához. Gondolok itt például arra, hogy most a Kálvária úton útfelbontás van, tehát aki a Barcsai iskolához fog menni, vagy a Móricz gimnáziumhoz, nem biztos, hogy ha nem fejeződnek be addig a munkálatok, hogy ha az utolsó pillanatban indul el oda fog érni, és ez ugye nagy türelmet kíván, mert aki nem türelmes, ott előbb-utóbb figyelmetlen is lesz, és akkor bekövetkezhet egy baleset. Járműben mindenképp kihangosítóval használjuk, hiszen a kézben tartott mobiltelefon használata az egyébként is szabálysértés, de itt hívnám fel a figyelmet, hogy ne azért ne tegyük, mert megbüntet a rendőr, hanem pontosan ezért, mert baleset veszélyes, hiszen amíg a telefonra koncentrálunk, addig nem a forgalmat figyeljük. A gyalogosoknak, a gyerekeknek főleg arra hívnám fel a figyelmet, hogy ne úgy hallgassák a telefonba zenét, vagy ne úgy facebookozzanak, vagy viberezzenek, hogy közben a telefont figyelik menet közben, hanem álljanak meg, üljenek le valahova is ott, mert nagyon megtörténhet a baleset könnyen. A Szentendrei Rendőrkapitányság és szerkesztőségünk balesetmentes közlekedést kíván minden kedves nézőnknek az őszi időszakra vonatkozóan is.
Hétfőn elkezdődött a 2018-19-es tanév. A II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumban 654 gyereknek csengettek be. A tankönyvek idén ingyenesek elsőtől egészen a 9. osztályos tanulók számára. Szeptember 3-án hétfőn országosan 1.200.000 diák indult el, hogy megkezdje a 2018-2019-es tanévet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tanév kezdés alkalmával kiemelte, Magyarországon minden 5. gyermek iskolai környezete megújult. Az idei tanévkezdést minden korábbinál több támogatással segíti a kormány. Jelen állás szerint 654 diák kezdi meg ma itt ezt a tanévet nálunk. Nagyjából egyenletesen oszlanak meg alsó-felső tagozat, illetve a gimnázium között 201 néhányan, mint három tagozat részen. Azon túl, hogy nyilván néhány aktuális és fontos információt megosztok velük, minden évben szoktam valamit kitűzni, hogy mi az, amire figyeljünk oda jobban. Ebben az évben én az akaraterőre fogom felhívni a figyelmüket. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog ma a mai fiataloknál, amit tudatosan erősítenünk kell bennük. Mert hogyha ez megvan, akkor nagyon sok mindent el tudnak érni, ennek hiányában egyébként pedig nagyon nehéz a dolguk. Jelentős nagy változás nem lesz, apróságok azok, amiket módosítunk, illetve szeretnénk változtatni, de ezek inkább csak ilyen tényleg picike változások. Nagy vonalakban egyébként, tehát ugyanazzal a szerkezettel dolgozunk, ugyanazon tagozatokkal, úgyhogy ilyen jellegű nagy változást nem tervezünk az idénre. Tankönyveik augusztus 16-án rendben megérkeztek, hál' Istennek hiánytalanul megérkeztek. Elsőtől 9. évfolyamig most már mindenki ingyenesen kapja a tankönyvet, tehát nekik nem kell vásárolni. A 10-11-12. Évfolyamosok azok, ahol akiknek még fizetni kell a tankönyvért. Ők ma fogják megkapni a csekkeket, és hát szeretném, ha minél előbb befizetnék, és az igazoló szelvényt hoznák, és hogy a tankönyveiket is meg tudják kapni. A leendő elsősöknek már volt alkalmuk arra, hogy megismerkedjenek egymással. Tartottunk egy játszónapot, amikor a gyerekekkel a tornateremben játszottunk, majd az uszodában úszhattak, és addig a szülőkkel szülőértekezetet tartottunk, és ez egy szombati nap volt, ami nagyon-nagyon-nagyon jó volt mindenkinek, mert ma már természetesen nem félve jöttek a gyerekek sem így az iskolában. Úgy gondolom, hogy azt a fajta érzelmet, azt a fajta elfogadást az iskola felé, amit kell a gyereknek, hogy biztonságban érezhesse, azzal lehet leginkább megadni. Szerkesztőségünk arra volt kíváncsi, ki miért várta az idei tanévkezdést. Azért, hogy megtanuljak olvasni, mert ugye mindig az óviba megpróbáltam meg ott a óvistársaim is írtak valamit, és akkor mi az? Nem is tudtam, úgyhogy nagyon szeretnék. Molnárné Reskovics Zsuzsannát arról kérdeztük, milyen üzenettel indítja útjára az idei tanévet. Azt, hogy az akaraterejüket fejlesszék, azt, hogy örömmel és jókedvel, egészségben töltsék ezt a tanévet, és így akkor biztos vagyok benne, hogy sikeresen is zárhatják. Az idei tanév 2018. szeptember 3-án hétfőn kezdődött. Az utolsó tanítási nap pedig 2019. június 14-én pénteken lesz. Vagyis jövőre még biztosan nem lesz hosszabb a tanév, derül ki a 2018-2019-es tanévrendjéről szóló rendeletből. A tanítási napok száma 181, a szakgimnáziumokban 179, a gimnáziumokban és szakközépiskolákban 180. A szeptember az iskola kezdés hónapja, ami több szempontból is megviselheti a gyermekeket. A koránkelés, közösségbe járás, megfelelni vágyás, illetve a tanári és szülői elvárások mind komoly követelményt támasztanak a cseperedő gyermekek elé. Az ilyenkor szokásos hőmérséklet ingadozások, a csípős, párás reggelek utáni napsütéses délutánok még inkább kedveznek a nem kívánt megfázás. Megbetegedéseknek. Az immunerősítésnek különböző módszerei vannak. Az egyik legismertebb, a gyermek napi ritmusát veszi figyelembe. Fontos, hogy rendesen, jó minőségű táplálékot egyen, naponta legyen szabad levegőn, ha nagyobb, akkor sportoljon, és az is lényeges, hogy eleget pihenjen.
Az ősz az ugye lehűléssel együtt jelentkezik, és ettől kell a legjobban óvni a gyerekeket. A nyári vitamin és napfény tartalékok azok nagyon sokat segítenek, de hát azok nyilván egy időn túl lekopnak, vagy kiürülnek belőlünk. Nagyon fontos lenne tehát a melegen tartás, a meghűlés kerülése, és igazából az immunerősítés, az így mint immunológiai fogalom nem létezik. Amit tudunk tenni az az, hogy tejákat adunk, gyógytejákat, gyógynövény kivonatokat, vannak olyan készítmények, amelyek bakteriális kivonatok, és ezzel az immunrendszert arra sarkaljuk, hogy egy kicsit ellenanyagtermelést okozzanak, illetve vírus elleni, általános vírus ellenes készítmények is vannak olyan gyerekek számára, akik leginkább vírusos megbetegedésben szenvednek. A mozgás, a szabad levegőn tartózkodás, kellő meleg öltözetben, és az egészséges táplálkozás biztos, hogy mind segít abban, hogy egy kicsit kevésbé legyünk ősztől betegek. A vitaminok védőpajzsként segítik szervezetünket az optimális működésben, így az könnyebben elbánik a kórokozókkal, vagy ellenáll a környezeti hatásoknak. Sokak szerint különösen fontos a C-vitamin folyamatos jelenléte a szervezetünkben, hiszen az, mint egy jó biztonsági őr, állandó készenlétben állva segíti immunrendszerünk örködő munkáját. Én a folytonos C-vitamin terápiának nem vagyok híve, mert nem biztos, hogy köztudott, de vesekövességet okozhat az arra érzékenyeknek. Én inkább akkor szoktam C-vitamint ajánlani, amikor már egy kis náthásodás van. Akkor inkább egy bizonyos időintervallumban jó. Tehát preventíve az napi szinten lebomlik. Ezért nem gondolom, hogy tartósan segítene. Inkább, ha valaki beteg, akkor C-vitamint is kapjon. Minden szülő jól tudja, ha máshonnan nem tapasztalatból, hogy a közösségben töltött 10 hónap egyenlő a különböző betegségek, fertőzések szezonjával. Mire lehet számítani, hogyan tudunk védekezni és megelőzni a sok betegséget? Erről kérdeztük dr. Pálffy Márta, csecsemő gyermekszakorvost. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Egy viszonylagosan steril, vagy hát legalábbis számára megszokott millióból bekerül a gyerek a bölcsödébe, aztán az óvodába. Én csak viccesen bölcsöditisznek és óvoditisznek hívom azt, ami majdnem havonta megjelenő megbetegedés. Ezt valóban a szülők nehezen tolerálják, és teljesen érthető, mert hát állandó munkakiesés, a gyerek beteg, és hogy hát nem értik, hogy mit rontanak el, hogy a gyerek folyton beteg. Nem rontanak el semmit. Ezek nagyon fontos megbetegedések ahhoz, hogy a későbbiekben megedződjék az immunrendszere. Tehát gyakorlatilag bármennyire kellemetlen, ezeken át kell menni ahhoz, hogy a későbbiekben egészséges kisiskolás legyen. Másik nagyon fontos kérdés a szülők részéről általában, hogy hol van az a pont, amikor ne engedjem közösségbe, amikor folyik az orra, amikor már csúnyábban köhög, vagy csak akkor, hogyha már lázas? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert nagyon gyakran fölmerül az, hogy belázasodik a gyerek a közösségbe, és akkor hív az anyuka, hogy a rendelés végére még ide érnek, szalad gyorsan, mert szeretné, ha megnézném. Na most egy láz az csak azt jelzi a szervezet részéről, hogy valami kórokozóval érintkezett, és egy lázas reakciót váltott ki. Én akkor semmit nem fogok tudni látni a betegségből, amit adott esetben az a láz előjelez, vagy előre vetít, mert akkor kezdődött. Tehát én nagyon boldog vagyok, amikor várnak egy napot a szülők, egy kicsit kezelik otthon a gyereket, kap egy kis lázcsillapítót, megittatják, lefektetik, és várjuk, hogy merre indul el az a betegség, mert aznap biztos, hogy semmit nem tudok mondani. Másnapra már látjuk, hogy újra lázas, fáj a hasa, fáj a torka, köhög, vagy bármi egyéb baja van, akkor már az embernek van támpontja, hogy merre indulhat el. Egy banális náthát biztos, hogy nem tartanék otthon, tehát egy iskolás gyereket sem. Nyilván az a szülő judíciuma, ő ismeri a gyereket, hogy mi az, ami még belefér egy iskolai év, vagy hogy mondjam, iskola kezdésbe, vagy mi az, amit már otthon kell kezelni. Fontos, hogy a gyerekek tényleg kigyógyuljanak a betegségből, mielőtt ismét közösségbe mennek. Ez nem csak figyelmesség a többi társuk felé, hanem saját érdekünk is.
Élményvonattal lehet utazni Szentendrére az előttünk álló hétvégén. A 150 éves MÁV és a 25 éves MÁV nosztalgia közös rendezvényén. A Vasút Történeti Parkba érkező külföldi vendégmozdonyokkal most utazni is lehet Budapest nyugati pályaudvartól egészen Szentendréig. A MÁV Nosztalgia Kft. A MÁV Hév ZRT-vel együttműködve egynapos, különvonatos kirándulást szervez Budapest nyugati pálya udvarról Szentendrére szeptember 8-án szombaton. A kiránduló vonatot a népszerű M61 Nohab típusú dízelmozdony vontatja. A Szerelvény Óbuda állomásig a MÁV majd Kaszásdőlőtől a H5-ös hívvonalán éri el Szentendrét. Szeptember 8-án tervezetten 8:55-kor indulunk majd a nyugati pályaudvarról. Itt az utazás különlegessége, hogy az egyik része az normál nyomtávon vasúton kerül megtételre, egészen pontosan Óbudáig, majd ott pedig átjövünk ugye a hívvonalakra, ami hát ugyanolyan nyomtáv, ezt ugye kevesen tudják, de valójában kompatibilis a két terület, és akkor Óbudától már ugye a hívvonalakon zajlik a közlekedés, és így érkezünk majd Szentendrére. Egy számunkra normál szerelvénnyel, de valójában ez egy nosztalgia vonat lesz. Ez azért különleges, mert két Nohab fogja vontatni, illetve hát a két végén lesz egy Nohab, hogy a technológia okóból hogy az irányváltásokat el tudjuk kerülni. Ez a mozdony egy nagyon különleges jármű vasútbarátok körében mindenképpen ikonikus. Ez azért fontos, hiszen ezt 1960-as évek elején 63-64-ben 20 darabot vásárolt ebben a magyar államvasutak. És a különlegesség az az, hogy ugye abban az időszakban nyilván nyugat-európai technológiát nem igazán lehetett látni Magyarországon, Szovjetunióból lehetett ugye mindenféle eszközöket beszerezni, és akkoriban még egyébként a magyar gyártásnak nem volt alkalmas dízelmozdony ilyen nagy teljesítményű igénybevételre. Az érdeklődők számára fontos információ, hogy az élményvonat, bár a H5-ös hívvonalán közlekedik, nem áll meg a kijelölt megállóhelyeken, tehát menet közben nem lehet csatlakozni a vonatokhoz. Ez a vonat is egyébként egy évfordulós rendezvénysorozat része. Egyébként most szeptember 7-től 9-ig, tehát egy háromnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük a MÁV ZRT 150 éves fennállását, és párhuzamosan a MÁV Nosztalgia Kft. 25 éves évfordulóját is. Többek között ugye ez a nohabos vonat is ennek kapcsán kerül megrendezésre, vagy ez a túra. Jegyvásárlásra én az online felületeket javasolnám, tehát a MÁV Nosztalgia honlapján van lehetőség. Aki egyébként személyesen szeretné jegyet venni, hát pedig a nyugati pályaudvari irodában van erre lehetősége. A Szentendrei Kocsiszín területén ingyenes tárlatvezetést tartanak az érvényes menetjeggyel rendelkező vendégek számára. A turnusok a következő időpontokban indulnak. 10, 11, dél, 13 és 14 óra, melyekre csoportonként maximum 20 főt tudnak fogadni. Nem olyan régen került a MÁV családba a Hév is, ugye most már MÁV Hévként köszönhetjük őket, és nekik is van egy nosztalgiai üzemük, úgyhogy éppen ezen dolgozunk. Van egy pici, de nagyon lelkiismeretes és nagy munkabírású csapatuk, akikkel éppen azon dolgozunk, hogy több nosztalgia hévjármű is üzemkész állapotban legyen, és a jövőben rendszeresen lehessen nosztalgia vonatokat szervezni, de akkor már nem nagyvasúti járművekkel, hanem hév nosztalgia járművekkel. A regisztráció érkezési sorrendben történik. Előzetes időpont foglalásra nincs lehetőség. További információk a MÁV Nosztalgia honlapján és az esemény Facebook oldalán található. 10. alkalommal rendezik meg a Pilisi Tekkerő kerékpáros kalandtúrát 2018. szeptember 8-án szombaton. Gyönyörű környezetben nyújtanak a túrák remek kikapcsolódást és színes élményeket családok, baráti társaságok és profi sportolók számára is. Híradónk végén a várható időjárásról. Sok napsütés és egyre inkább erősödő nappali felmelegedés valószínű, zivatar csak néhol fordul elő. A hétvégén már 26-31 fok között alakulhat a maximum. Híradónk végén következzenek fontosabb híreink röviden még egyszer. Az ősz beköszöntével rövidülnek a nappalok és a párás, esős, ködös idő megnehezíti a közlekedést. Elkezdődött hétfőn a 2018-19-es tanév. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban 654 gyereknek csengettek be. Élményvonattal lehet utazni Szentendrére az előttünk álló hétvégén a 150 éves MÁV és a 25 éves MÁV nosztalgia közös rendezvényén.
Ez volt a heti hírösszeállításunk a TV Szentendrén. Ha tehetik, maradjanak velünk, hamarosan Művészváros című magazin műsorunk következik. A Szentendrei 7 heti hírmagazinunk legközelebb egy hét múlva pénteken, este 7 órakor jelentkezik. Ha még több helyi hírre kíváncsiak, akkor nézzék meg a weboldalunkat, a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásunkat, és a Facebookon is elérhetőek vagyunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!